Munkahelyteremtés, 3000 négyzetméteres üzemcsarnokot adnak át Fehérgyarmaton. Autizmus világnapja, Nyíregyházán is megemlékeztek a családokról. Nyuszi futás, idén is várják a sportolni vágyókat Nagyszombaton az atlétikai centrumba. Központi szerepet kap idén Fehérgyarmaton a munkahelyteremtés, hamarosan egy 3000 négyzetméteres új üzemcsarnokot adnak át, ahol termelőberuházásokat várnak, mondta a televíziónknak Péter Csaba, a polgármester. Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió híradóját látják. A megnövekedett energiaköltségek miatt szigorú megszorítások mellett 10,5 milliárd forintos fő összeggel fogadta el az önkormányzat az idei költségvetést Fehérgyarmaton. A 10,5 milliárd forint jelentős része, mintegy 7,5 milliárd forint fejlesztési célú, a fennmaradó 3 milliárd forintos összeg pedig a működéshez szükséges forrást jelenti Fehérgyarmaton. Az alapkőletétel után néhány hónappal az utolsó simításokat végzik ebben a fehérgyarmati üzemcsarnokban. Az 1 milliárd forintos topos forrásból épült létesítmény több mint 3000 négyzetméteres, tulajdonosa pedig az önkormányzat. Az átadást a közeljövőben tervezi a városvezetés, ezt követően kezdődhet a betelepülő cégek pályáztatása. Előnyt élveznek azok a vállalkozások, amelyek több munkavállalót kívánnak foglalkoztatni, illetve olyan munkavégzést kívánnak az ipari csarnokban megvalósítani, amely jelentős kézi erőt igényel. Ki lesz írva rá a pályázat? Jelenleg még azért nincs kiírva, hiszen a műszaki átadás átvétele zajlik az épületnek. Az épület maga megvalósult, teljes mértékben, 100%-ban. Egyedül a közművek bekötésével vagyunk csúszásban, tulajdonképpen gáz és az elektromos áramnak a bekötése, illetve azoknak az óráinak az elhelyezése. Ez meg fog történni egy-két héten belül, és akkor le tudjuk zárni sikeresen az építési beruházást. Az infláció és a megnövekedett energiaárak miatti újratervezés a 2023-as költségvetést is jelentős mértékben érintette Fehérgyarmaton. Az önkormányzat az intézményekkel együttműködve a szigorú takarékosság jegyében a napokban fogadta el az idei büdzsét. A 10,5 milliárd forintos főösszeg jelentős része, mintegy 7,5 milliárd forint fejlesztési célú, a fennmaradó 3 milliárd forintos összeg pedig a működéshez szükséges forrást jelenti. A 2023. évi költségvetés is tartalmaz még olyan összegeket, amelyek az áthúzódó beruházásokra nyújt fedezetet, de természetesen ez már sokkal kevesebb, mint az előző évben, illetve megjelennek olyan felhalmozású célú bevételek, amelyeket azóta a város már elnyert a TOP pluszos pályázati eljárás keretében. Többek között két fehérgyarmati útfelújítás TOP pluszos programból, illetve óvoda, központi óvoda építését, művelődési ház energetikai fejlesztését, illetve az élhető települések pályázati kiírásban is sikeresen pályáztunk, és ennek keretében a buszpályaudvar környezetének, illetve a május 14-et tér egy részének a megújítása is meg fog történni az elkövetkezendő években. A gazdaságélénkítést segíteni egy új fehérje előállítást végző üzem nyitása a városban. Az érintett vállalkozással komoly tárgyalásokba kezdett az önkormányzat. A gyártás során fennálló esetleges szaghatás miatt ugyanis kezdetben bizonytalan volt az együttműködési szándék. A pozitív tapasztalatokat követően a tervek között szerepel egy fehérgyarmati üzem kialakítása. Április 2-a az autizmus világnapja, erre emlékeztek hétfőn délután Nyíregyházán. A szervező új éfoész elnöke, Tarnai Ottóni azt mondta, még mindig keveset tud a társadalom erről az állapotról, ezért rendeznek hasonló eseményeket. Magyarországon már lassan 33 éve, hogy megjelent az autizmus, és foglalkozunk vele. És 1991-ben az első osztályt már létrehoztuk. Így nagyon sok idő telt el, és mégis nagyon lassan terjed. Nem ismerik az emberek, és ebből vannak a sok problémák. Nem fogadják meg, nem segítik úgy azokat a szülőket, akiknek van. És ma már minden 65. gyerek autista. És ugye ők nem egyformák, velük nagyon nehéz foglalkozni is, mert mindegyik más. És van köztük nagyon értelmes, épp értelmű,
olyanok, akik tudnak mindenféle dolgozni is. De hogyha nem tudnak eljutni oda, és nem fogadják el őket, még sokszor a szülők is nem viszik el időbe, és azért nem tudnak úgy fejlődni. Ezért nagyon szükséges, hogy mindenki tudjon róla, hogy mindenki segítse őket. Testet és lelket együtt kell látni és gyógyítani, csak egészséges egyensúly esetén tudunk odafordulni és támaszt nyújtani másoknak. A lelki egészségről tartott a konferenciát nemrég Máté Szalkán a katolikus óvodában. Bera Irén Ébredj világ című költeményét adta ajándékba a kislány a konferencia résztvevőinek. Most ugyanis nem gyerekekkel, hanem felnőttekkel, óvoda pedagógusokkal telt meg a Máté Szalkai Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tornaterme. A szakmai napokon nagyon sok olyan tudásmegosztás történik, ami nem biztos, hogy más fórumokon lehetséges. Közös beszélgetések egy kávé mellett, illetve olyan szakmai töltetű előadások, hallgatása közösen, amelyik közös gondolkodásokat indítanak el bennünk. Igen, fontosnak tartjuk azt, hogy az egyházmegyénken kívül egy más hely, más egyházmegye fenntartásában működő óvoda is képviseltesse itt magát ma. Különös irányt kap a lelki egészség egy egyházi katolikus intézményben. Az itt dolgozók számára a hit ad erőt a mindennapok nehézségei közepette. Mi a lelkünk egészségét a jó Istentől kapjuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt megőrizzük és csiszoljuk, tovább tudjuk fejleszteni. Ezért olyan előadókat kértünk fel, Berényi Andrást, aki a lelki egészségek foglalkozik, egy egészségügyi szolgálatnak a vezetője, Német István atyát, az egyházmegye doktoranduszát, valamint Sárosdi Virágot, aki egy óvodai szakember. És mint ahogy szoktuk mondani, hogy épp testben, épp lélek, így a szekcióban kapcsoljuk hozzá a művészetet, a testmozgást, és próbáljuk úgy átadni az itt lévő 10 intézmény vezetőinek, óvodapedagógusainak ezeket az ismereteket, hogyha hazaviszik, akkor ebből tudjanak töltekezni, be tudják építeni a saját programjukba, és akkor van értelme, hogyha ezt át tudják adni az itt szerzett ismereteket, vagy gyakorlatokat, meg tudják beszélni a szülőkkel is. Berényi András, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke azt mondta, nem csak a mobiltelefonunkat, hanem saját magunkat is érdemes feltölteni. Azt hiszem, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan hatás érte az embereket, így a szülőket, gyerekeket és a pedagógusokat, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kihívással kell szembenézni. És amikor ennyi változás van a környezetünkben, annyi válságos élethelyzet, nagyon fontos, hogy saját magunkra legyen időnk. Na, mostanában azt tapasztalom, hogy mindenki a saját eszközeért annyira felelősséget érez, hogy fel legyen töltve a telefon, a laptop, és mintha saját magunkról megfeledkeznénk. És azt gondolom, hogy az előadásban azt szeretném üzenni, hogy elsősorban az egyéniségünk, a személyiségünk a legnagyobb kincs, és hogyha megfelelően szeretnénk a munkánkat végezni, segíteni a gyerekeket, szülőket, magunkra kell figyelni. A tanácskozáson arról is szó esett, hogy a pedagógusok kitüntetett szerepben vannak a lelki egészség tekintetében. Csak akkor tudnak a gyermekeknek segíteni, ha maguk is egyensúlyban vannak. Minden ember vakon születik, mert amikor megszületünk, gyakorlatilag nem látunk, csak foltokat. Édesanyánk, édesapánk megtanít bennünket nézni a szemünkkel. Amikor eljutunk oda, hogy 3 évesek leszünk, akkor óvodába megyünk, amikor 6 évesek leszünk, akkor iskolába megyünk, és akkor megtanulunk látni egy új szemmel, hiszen akkor azok, akikre rábíznak a szüleink bennünket, az óvónők, illetve a tanítók, tanárok, megtanítanak bennünket nézni a tudás szemével. Ám rendkívül fontos az, hogy az ember ne csak a fizikai szemével, ne csak a tudás szemével tudjon látni, hanem a lelki szemeivel is. És én azt hiszem, hogy az életben ezt tapasztaljuk meg, hogy erre van a legnagyobb szükségünk. Lássunk a szemeinkkel, a fizikai szemeinkkel, lássunk a tudással, de fontos, hogy lássunk a lelki szemeinkkel, mert csak akkor fogjuk látni igazán tisztán egymást,
és önmagunkat. A fenntartó Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke azt mondta, a minta Jézus, aki nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Jézus, amikor meggyógyította a betegeket, akkor nem csak a testi betegséget gyógyította meg, hanem a lelkét is, vagyis a teljes embert. Mi is azt hiszem, hogy teljes emberben kell, hogy gondolkodjunk, és nagyon fontos az, hogy akik ilyen gyönyörű hivatást választottak, hogy a legkisebbekkel foglalkoznak, az ő lelkük és testük egészséges legyen, vagyis ezt az egész, a teljességre törekvést hitelesen tudják átadni azoknak, akiket a szülők, mint legdrágább kincseiket rájuk bíztak. A találkozón 8 óvoda, csak nem 80 pedagógusát látták vendégül Máté Szalkán. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy Magyarország ne sodródjon bele az orosz-ukrán háborúba. Erről beszélt Simon Miklós, a nyírbátori választókerület országgyűlési képviselője, Nyírbogáton tartott sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, ennek érdekében fogalmazódott meg az a 8 pontból álló békepárti határozati javaslat, amelyet 130 igen és 24 nem szavazattal múlt hét pénteken fogadott el az országgyűlés. Simon Miklós hozzátette, a baloldali ellenzék továbbra is háborúpárti, mert nem támogatta az előterjesztést. A politikus kiemelte a nyilatkozat 8. pontját. Ez arról szól, hogy a javaslatot benyújtó frakciók felszólítják a magyar közélet szereplőit, tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amely Magyarország háborúba sodródását eredményezheti. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban jó néhány ilyen kijelentés az ellenzék részéről napvilágot látott, miszerint fegyvert szállítanának az orosz-ukrán háborúban résztvevő feleknek, jelesül az ukránoknak, és ilyen formán Magyarország háborúba való besodródását érnék el ezzel. Magyarország vigyázott arra, hogy kimaradjon a háborúból. Ez nem a mi háborunk. A kárpátaljai magyarok megsínlik a háború következményeit. Sok kárpátaljai magyar halt meg az ukrán oldalon a háborúban, és békét szeretnénk Magyarország és ő miattuk is. Szeretnének részesülni a debreceni BMW beruházás pozitív hatásaiból Nagykállóban. Ezért fejlesztik tovább a város ipari parkját, mondta a 35 perc című műsorunkban Horváth Tibor polgármester. Idén 3 milliárd forintból gazdálkodnak, a forrásból útfejlesztésre és energetikai beruházásokra is költenek. Távolban a téka felirat, most még üres a tábor Nagykálló harangodon. Idén nyáron is várják majd a látogatókat a turisztikai központban. A strand korszerűsítésére is nyert a város forrást, ezen túl útfejlesztésre készülnek 2023-ban Nagykállóban, mondta 35 perc című műsorunkban Horváth Tibor polgármester. Van egy jelentős útfejlesztésünk, ez a Dózsa-György út, ami egy klasszikusan régi probléma a városnak. Egy hosszú útra, útszakaszról beszélünk, és elég bonyolult csatlakozási pontokkal. A egyik végén a MÁVA közvetlen útkapcsolatunk, ez szerintem minden jártas hozzáértő ember sokat elárul nekik, hogy ez mit jelent, ha problémákról beszélünk. Ez egy nagyságrendileg 200 millió forintos pályázat. Energetikai projektünk van kettő. Elnyert támogatás. Az egyik az 5 helyszínen napelemek kivitelezését jelenti, ezeket nyertük el első körben, és sajnos nincsenek csatlakozási szerződéseink, illetve egy másik energetika, amit a második körben nyújtottunk be, ott pedig egy komplex felújításról beszélhetünk, ahol a rendőrség, gyerekorvos, fogorvosi rendelőknek az épület komplexuma
újulhat meg. Itt ez egy komplex nyilászáró cserékkel, külső hőszigeteléssel és napelemekkel, illetve a fűtésrendszernek a korszerűsítésével. Egyre több cég költözik be a nagykálói ipari parkba is, folyamatosan növelve a város iparűzési adóbevételét. Ebben az évben is számítanak újabb befektetőkre, sőt, az a tervük, hogy a debreceni BMW autógyár beszállítói is részben itt telepednek le, árulta el műsorunkban a polgármester. Tárgyalunk most már, azt gondolom, hogy a maradék területeinkre komolyabb nagy befektetőkkel is. Nem kizárt célunk az, hogy azért egy kicsit a BMW-hez kapcsolódó hype vonatra egy kicsit felüljünk, és be tudjunk csatlakozni mi is. Ugye ennek az autóipari beszállítónak ugye a nagy varázsa azért az a 20-25 éves tervezhető fix működés. Szeretnénk ebből részesedni, úgyhogy ezt a utat is járjuk, próbálunk mozgolódni, és azt gondolom, hogy reális esély van. Ugye Nyíregyházáról, akik kijönnek, ők azért nem hiszem, hogy megviseli Nyíregyházát, mert elsősorban olyan cégek, akik bérleményben dolgoztak, és reális áron szeretnék a sajátjukat megépíteni. Elsősorban ők találnak nálunk új helyet, új otthont, de mi meg nagyon hálásak vagyunk érte, és nekünk a sok kicsi sokra megy alapon, mindenki nagyon fontos. Nagykáló idén csak nem 3 milliárd forint költségvetési főösszeggel gazdálkodik. A beruházások mellett ebből az összegből biztosítják intézményeik működtetését. A polgármester abban bízik, hogy energiaszámlái kifizetéséhez ősszel újabb állami támogatást kapnak Nagykálóban. Ismét megrendezik a már hagyományos nyuszi futást Nagyszombaton, Nyíregyházán. A sportolni vágyókat 10 órára várják az atlétikai centrumba, ahogyan az már megszokott, a futás mellett számos kísérő programot is kínálnak az atlétikai centrumba a kilátogatóknak a szervezők. Egy kisebb, vagy nem is annyira kisebb jubileumhoz érkezett a nyuszi futás. Szombaton már 30. alkalommal várják a sport és szabadidős rendezvényre azokat, akik egy kis mozgásra vágynak. Az elmúlt 3 évtizedben változott a program, de jó ideje már az állandóság jellemzi a nagyszombati délelőttöt. A programokon változtatni már hosszú évek óta nem változtatunk, hiszen ez nagyon jó bevált program alakult ki, egy kellemes nagyszombati délelőttöt szeretnénk biztosítani a résztvevőknek, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, és a programok természetesen inkább a gyerekekről szólnak, hiszen a programban elsőként az óvodásokat fogjuk elindítani egy 400 méteres körre, aztán az alsó tagozatosok fognak futni 400 métert, majd a felső tagozatosok, és van az igazi slusszpoén, hiszen az utolsó programunk az a családi futás, a családi futásban pedig kézen fogva kell egy felnőttnek és egy gyereknek át szakítani a képzeletbeli célszalagot. Ahogyan az már megszokott, a futás mellett számos kísérő programot is kínálnak az atlétikai centrumba kilátogatóknak a szervezők. Itt lesz az ország egyik legnagyobb ugrálóvára, ami tavaly is itt volt, és új helyszínen az atlétikai centrumba kerül megrendezésre a nyuszi futás. Minden egyes versenyszám után eldurran a cukorágyú, és természetesen itt lesz a Tapsi Express, a sétálóvonat, és ezen is minden alkalommal részt vehetnek azok, akik egy-egy távot teljesítenek. Minden gyereket megajándékozunk, és minden felnőtt mellette még tombolát is kap, tehát a gyerekek is tombolát kapnak. Az esemény végén fél egy óra magasságába viszont egy hatalmas nagy tombola sorsolás lesz, ahol több mint 100 tombolát fogunk kisorsolni. Nagyon sok ajándékunk van, én bízom benne, hogy nagyon sokan ajándékokkal fognak hazatérni. Bár a nyuszi futás szabadtéri program a télies időjárás miatt, csak úgy, mint tavaly, az atlétikai csarnok lesz a helyszín. Nyíregyházáról és a környező településekről több mint 1000 résztvevőt várnak a szervezők. Vereséget szenvedett az MTK Budapest vendégeként a Nyíregyháza Spartacus, a Spari az MB2 29. fordulójának záró mérkőzésén kapott ki 2-1-re a fővárosban. A további eredmények a következők: PMFC Siófok 2-2, Kazincbarcika Szombathely 2-1, Gyirmót Eto FC Győr 4-0, Szentlőrinc Csákvár 1-0, Dorog DVTK 0-1,
Békés Csaba, Kozár Misleny 1-1, Budafok, Mosó-Magyaróvár 1-0, Szeged, Tiszakécske 2-1 és Ajka, Soroksár 2-0. A tabella élén a 64 pontos DVTK áll, megelőzve a 63 pontos MTK Budapestet, a 28 pontos Nyíregyháza a 18. helyen várja a folytatást. Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Magyar Ifjúsági Robotkupát a Nyíregyházi Egyetemen. A Nemzetközi RoboCup Junior célja a segítségnyújtás, a barátság és az együttműködés erősítése. A RoboCup Szövetség az ifjúsági korosztály számára 2000-ben indította el a felnőttekéhez hasonló junior ligákat, hiszen fontos az utánpótlás. De ez az első olyan év, amikor az Európai RoboCupra magyar ifjúsági csapat is nevezhet. 6-9 évesek vehetnek részt a Robot Színház Ligában, amelyet a horvátok kezdeményeztek. Látszik, hogy foglalkoznak a Lego robotokkal, meg a fantáziájuk az milyen. Ez a liga megengedi azt, hogy elengedjék a fantáziájukat, ugye kreativitást igényel, akkor a robotoknak is szerepelni kell, hiszen a 2 perces előadásban elsősorban a robotok szerepeljenek, és ki kell találni egy jelenetet, vagy lehet táncolni, úgyhogy most izgalommal várom, hogy most ezek a úgynevezett első first step ligában milyen jelenetek lesznek, milyen kreativitás, milyen fantáziát tudnak megvalósítani ezek a kicsi gyerekek. A Magyar Robotkupa alapítvány elnöke hozzátette, junior ligában élen járnak a magyarok, hiszen az utóbbi években mindig dobogón végzett a csapat. A rendezvényen a legfiatalabb korosztály egyszerű Lego robotokkal mutatkozott be, de a résztvevők közelről megnézhették azt is, hogyan működik egy felszolgáló robot, hiszen a robotizáció már nem a távoli jövő, szinte a hétköznapi életünk része. Talán messzire vezető filozófiai kérdés, hogy egyáltalán mit nevezünk robotnak, hiszen a robot általában valamilyen emberi tevékenységet utánozó vagy segítő szerkezet, hogyha nagyon általánosan fogalmazzuk meg, de amikor robotról beszélünk, akkor nem feltétlenül csak a fizikai hardware-rel rendelkező eszközökre kell gondolni, hanem akár olyan robotok is léteznek, amelyek az internet világában, a számítógépek processzoraiban működnek és csinálnak nagyon sokféle érdekes, hasznos vagy kevésbé hasznos feladatot. Szóval ilyen értelemben az életünk részét képezik a robotok, sokszor észre sem vesszük, hogy valójában ilyen eszközt használunk. A RoboCup Nyíregyházi fordulóján 10 intézmény, 15 csapat, 42 versenyző és 10 mentor vett részt. Ráfutásos baleset történt hétfőn délután Nyíregyházán, 3 autó érte utol egymást a 4-es főút bevezető szakaszán a Debreceni utcán. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A karambol miatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Központi szerepet kap idén Fehérgyarmaton a munkahelyteremtés, hamarosan egy 3000 négyzetméteres új üzemcsarnokot adnak át, ahol termelőberuházásokat várnak. A megnövekedett energiaköltségek miatt szigorú megszorítások mellett 10,5 milliárd forintos fő összeggel fogadta el az önkormányzat az idei költségvetést Fehérgyarmaton. A 10,5 milliárd forint jelentős része, mintegy 7,5 milliárd forint fejlesztési célú, a fennmaradó 3 milliárd forintos összeg pedig a működéshez szükséges forrást jelenti Fehérgyarmaton. Április 2-a az autizmus világnapja, erre emlékeztek hétfőn délután Nyíregyházán. A szervező új évfolyész elnöke, Tarnai Ottóni azt mondta, még mindig keveset tud a társadalom erről az állapotról, ezért rendeznek hasonló eseményeket. Ismét megrendezik a már hagyományos nyuszi futás Nagyszombaton Nyíregyházán. A sportolni vágyókat 10 órára várják az atlétikai centrumba, ahogyan az már megszokott, a futás mellett számos kísérő programot is kínálnak az atlétikai centrumba kilátogatóknak a szervezők. Április 4-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!
kedden este megerősödik a szél, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, a hőmérséklet 0 és 2 fok között alakul. Szerdán délelőtt marad a szeles idő, de néhol hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Esőre nem kell számítani. A hőmérő higanyszála 8 fokig emelkedhet. Hasonlóan alakul a hőmérséklet a hét további részében is, az előrejelzések szerint csütörtökön még havazás is előfordulhat.